az állam tiszteletben tartja az önkormányzatok tulajdonát. Ezt a szakaszt cseréli fel az alkotmánymódosítás, kihagyva ezt a szakaszt, következőre cseréli fel a helyi önkormányzati tulajdonnak az állami vagy helyi önkormányzat részére történő ingyenes átadásáról törvény rendelkezhet. Az alkotmányból idézett keddi sajtótájékoztatóján az MSZP frakció vezetője, Najpor Zsolt szerint az országgyűlés előtt lévő önkormányzati törvénytervezet nem más, mint a helyhatóságok lenyúlása. A politikus helyi példával élve elmondta, az állam a Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat mintegy 4,3 milliárdos hitelét átvállalva 100 milliárd forint értékű vagyonhoz is jut. Ez pedig a szocialisták szerint pazarlás. Najpor Zsolt a következő közgyűlésen javasolni fogja, kezdjenek tárgyalásokat arról, hogy a megyei intézmények közül néhányat az állam helyett inkább a város vehessen át. A megyei közgyűlések vagyonátadása során szintén a törvény lehetővé teszi, hogy ingyenesen ne csak az államnak, hanem az önkormányzathoz is kerüljön vagyonelem, hogy számos olyan győrieket szolgáló, illetve győri szolgáltatásokat később javítható vagyonelemek ingyenesen ne az államhoz, hanem hozzánk kerüljön át. Egyszerű példát hadd említsek, például a Péri Reptér esetében a megye tulajdonrészesedését, azt gondolom nem az államot, sokkal jobban szolgálja a győréket. A szocialisták szerint a megyei intézmények állami kézbe kerülése január 1-től elbocsátásokhoz is vezet majd, szerintük 2500 munkahely kerül veszélybe csak itt helyben. Najpor Zsolt úgy véli, a győri értékeket meg kell védeni, mégpedig úgy, hogy az értékes ingatlanok a helyi önkormányzat fennhatósága alá kerülnek.